A város a civil szervezetek támogatására idén is pályázatot hirdet. Az érintettek május 21-ig nyújthatják be kérelmüket, amivel 150 ezer forintot nyerhetnek rendezvényeik megtartására. A támogatási lehetőségekről és a civil szféra aktuális kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Itt van velünk Mincér Gábor, alpolgármester, valamint Farkasné Juhász Margit és Gál Sándor, az EGRI civil kerekasztal tagjai. Jó estét kívánok, köszöntjük a stúdióban önöket. Nos, hát ebben a senki számára nem egyszerű, nem könnyű pandémiás helyzetben hogyan tudja segíteni a városvezetés mégis a civil szervezetek tevékenységét? Ugye a városnak és a civileknek, civil szervezeteknek elég régmúltra tekint vissza a kapcsolata, egy több mint 15 éve, vagy körülbelül 15 éve kezdődött egy ilyen együttműködés, még ugye annak idején aztán azt hiszem 2013-ban írta alá Habis László polgármester, az akkori polgármester még ugye az első együttműködési megállapodást a civilekkel, és azóta is a város folyamatosan támogatja a helyi civil szervezeteket, ugye itt infrastruktúrával, illetve ugye anyagi hozzájárulása is, és Mirkóczi Ádám polgármester a beiktatásakor is vállalta, hogy folytatja ezt a hagyományt, tehát ezt jónak tartjuk, és abszolút fontosnak tartjuk a civil szervezeteket Eger életében. Eléggé szoros együttműködést próbálunk kialakítani. Voltak olyan időszakok, amikor a pandémiát kevésbé tudtunk ugye beszélgetni, de igyekszünk részt venni a időközönként megrendezett civil fórumon, most ez ugye online formában működik, de ott meg tudjuk vitatni az aktuális kérdéseket, és ennek is most egy ékes bizonyítéka az, hogy újra ez a civil alappályázat elindul, amit ugye fölkonferáltak, így is próbálunk valamilyen szinten segíteni az ő működésükben, a közösségépítésben, ugye, illetve magában abban, hogy belefolyjanak a közéletbe a civilek. Önök is érzik a városvezetés gondoskodását? Hát én úgy gondolom inkább, hogy nem így érezzük, hanem mi teljesen együttműködünk, nagyon régóta. Az, hogy ez egy alkalom most ez a pályázat, ez nem is rendezvényekről szól, hanem egy évre kölcsön, illetve befektet a város a civil szervezeteknél egy X forintot, és ezt pedig a lakossági szolgáltatásba, rendezvényekbe, esetleg így is lehet fogalmazni, visszakapják a város lakói a civil szervezetektől. Tehát így érezzük mi egymást, vagy így vagyunk mi értük, ha fogalmazhatok így. Én azt gondolom, hogy abszolút együttműködési kapcsolat, hiszen a civil szervezetek együtt dolgoznak, együtt gondolkodnak, és együtt álmodnak. Tehát vannak programjaik, amiek szeretnének megvalósítani, nem önös érdekből, hanem a város lakosságának, a saját szervezeti együttesnek, és igazából ehhez azért nem árt, hogyha van valami pénzbeli támogatás is, hiszen tárgyi vagy különböző eszközök, szolgáltatások, eszközök beszerzéséhez kell, és a város ebbe partner. Régótától, és ez folytatólagosan most is, mivel nagyon örülünk neki. Tehát én azt gondolom, nem támogat, hanem együttműködünk, és az jó. Ha jól tudom, akkor a civil kerekasztal ugye egyhangulag elfogadta, hogy szeretnék megrendezni a 26. Eger ünnepét. Milyen döntések születtek az előkészítéssel kapcsolatban? Tavaly ugye a 25-ös, a 400-os jubileumi Eger civil ünnepe volt. Nagyon izgultunk, új helyszín, 25-ös évforduló, tehát valamit újítani kellett, és szerintem nagyon-nagyon jól összeadtuk az elképzeléseinket, kihasználtuk a helyszínt, és mint minden évben most is föl kellett tenni azt a kérdést, bár tudjuk, hogy erre mi lesz a válasz, de mégis, hogy egydöntetű választ kapjunk rá, föltettük a kérdést, hogy legyen-e 26-dik, vagy ne, és ugye a kerekasztalülésen egyértelműen igen volt a válasz. És akkor nagyon sokféle dolog összejött, ami mi is meglepődtünk, mert lehet, hogy a csönd után, lehet, hogy a várakozó év után, de mindenkibe tenni vágyás, adni vágyás volt, és nagyon jó program állt össze egyelőre tervezés szintjén. Hozzátenném, hogy érdekes, mert a szükséghelyzet energiákat szabadít föl. Már a tavaly évben is az volt a hívó szó, hogy most mutasd meg. Tehát ez egy ismert dolog, ugye? Lévén, hogy a városnak a bevétel kiesése miatt a civil terület is nyilvánvaló, hogy szűkebb forrásokat kap. Na itt jelentkezett az, hogy hát akkor ami van nekünk, mi van nekünk, kapcsolati tőkénk van nekünk, mi van nekünk, önkénteseik vannak nekünk, és pályázati lehetőségeink vannak. Na most ez a 26-dik, ez ahogy Margó mondja, a döntés az volt, hogy igen, mert ezt meg kell erősíteni. Ugye hát most megint kevesebb pénzből, és akkor folytassuk, de nem lehet egy negyed századot úgy gondolni, hogy hát akkor most inkább ne csináljuk ezt meg, lévén, hogy a város biztos, hogy most is tudjuk, hogy segíteni fog. Másrészt pedig új helyszíneket is keresünk, ez új kapcsolatokat és újabb aktív polgárokat jelent. Felsőváros, Felnémet, Lajosváros.
Tehát fogalmaznék úgy, hogy a 25-dikkel fordult az Eger ünnepének az addigi gyakorlata. Elég kemény szembesülés volt itt néhány dologgal, a kényelmes civil léttel és az én ötletem, te csináld meg. És most jobb úton vagyunk. Tehát megválasztotta a kerekasztal azt a szervezőbizottságot, amelyik tulajdonképpen ennek az ünnepnek a több helyszínén szerteágazó rendezvényein rendezőként szerepel, és hát szerencsétlenségemre megint én leszek majd egy koordinátor, de ez nem jelent más, mint hogy a koordinátorokkal beszélgessünk, és irányítsuk és szervezzük ezt a folyamatot, ami hát nem is olyan egyszerű dolog, mert szeptember 11-én kezdődik, és 25-én fog befejeződni. Oha. Tervek, de biztosan meg fogjuk csinálni. Én azt gondolom, hogy arról ne feledkezzünk el, hogy azért az igen után, ugye az is izgalmas volt, mert itt élő egri emberként azért nem nagyon értünk hozzá, nem értünk a pénzügyi táblázatokhoz, nem értünk a költségvetés minden egyes eleméhez, de azért azt ki kellett, hogy halljuk, hogy a városvezetési költségvetési terveiben számol az Eger civil ünnepével, a civilek önkéntes munkájával, és ez azért megnyugvással töltött el. Ami van, az sohasem elég, tehát igazából úgy kezeljük a dolgokat, hogy van, amivel gazdálkodni tudunk, és most jön, amit Sándor mondott, hogy de akkor adjuk hozzá, ami bennünk van, ami nekünk van, amivel mi rendelkezünk. Tehát megint ez az együttműködés, ez tovább megy, és szerintem a város gazdagodni fog. Igen, ez a szimbiózis most majdnem, hogy kötelességszerű is, két pályázatot nyújtottunk be, nem Egerbe, tehát nyilvánvaló, hogy más forrásokat is keresünk, de engem legkevésbé a járvány izgat ebbe az ügyben, mert most még úgyis csak előkészítünk. Tehát szeptemberre kisüt a nap, elvonulnak a felhők, és akkor találkozunk majd az Eger ünnepén. Nagyon nagy dilemmák voltak, de szerintem ugyanúgy, mint a város minden pontján, a város minden korosztályában. Mi lesz, ha? Lesz-e? Lehetséges-e? Szabályok, rendeletek, törvények? Tehát aztán rájöttünk, hogy mi ezt úgyse fogjuk kitalálni, akkor ezt most félretesszük, és úgy megyünk, hogy igen. És akkor legfeljebb lefújják a meccset, vagy bármilyen más sportjátékot, de mi összerakjuk, elindítjuk, és természetesen figyeljük a lehetőségeket, hiszen információnk bőven lesz, és akkor majd meglátjuk, hogy de készül a csomag, tehát én azt gondolom, ez jó lesz. Van még egy nagyon kemény közös projektünk nekünk az önkormányzattal. Érdekes a dolog, mert ugye a város az önkormányzati feladatellátásban nagyon sok területen vannak ott civil szervezetek. Ez már nyílt titok, nem tudom, az egri emberek, akik nem találkoztak még civil szervezettel, mondjuk egyesülettel vagy alapítvánnyal valamilyen tevékenység során, annak milyen képe van a civilségről egyáltalán. És hogy ezeknek kell-e valóban otthon, kell ezeket segíteni. Van a köztudatban a civilekről negatív beállítódás is, hála a média áldásos negatív tevékenységének bizonyos területeken. A Civil Közösségek Háza közös projekten dolgozunk mi az önkormányzattal. Ez egy a következő negyed századra egy stratégiai lépés. Hiszen nincs a városnak olyan, az önkormányzatnak olyan intézmény, amely a közösségfejlesztéssel, a városrészi kezdeményezésekkel, a civil szervezetek működését segítő feladatokkal foglalkozna, és ez a Civil Közösségek Háza projekt ennek a segítésnek, hogy így fogalmazzam, a bázisa lenne, ami egy inkubátorházat, egy közösségfejlesztő központot, egy információs bázist, egy városrészi kezdeményezéseket felkaroló tanácsadó feladatokat. Tehát nagyon-nagyon izgalmas a projekt. Ott tartunk, hogy bizonyos elemeivel, már ami a működési rendet, a költségvetés és egyéb ilyet egyáltalán fel lehet vetni. Tehát a tervezés szakaszába konzultálunk folyamatosan, és keresjük a forrásokat természetesen. Részben ez is közös vállalkozás lesz nyilvánvaló. Ugyanakkor nagyon érdekes, mert ez ilyen intézmény nem volt, ilyen szolgáltatás nem volt. Ez nem civilház. Ez jóval több annál, mint civilház. És felvetődik a kérdés, hogy majd akkor kiket várnak ide, meg hogy lesz ez jó az egrieknek. Azt már most tudjuk mondani, hogy a nevében benne van. Nomen est omen, ugye a közösségek háza lesz ez, nem közösségi ház lesz.
ami azt jelenti, hogy minden civil szervezet, minden közösségi kezdeményezés szakemberekkel fog találkozni, akik segíteni fogják ezt a folyamatot. Nyilvánvaló, hogy mi nem tudunk művészeti területeket, klubokat, kiállításokat menedzselni, mert nincsen hozzá szakemberünk. De annak van a városnak egy ilyen intézménye, ugye a Kulturális és Művészeti Központ, ahol ilyen szakemberek vannak, akik ezt tudják segíteni. Nem minden, nem elsők voltunk ebbe kivételesen, mert Gyulán, Pécsen, Gödöllőn, Gyöngyösön már működik hasonló non-profit működtetésű intézmény. Hát bízunk benne, hogy nekünk is sikerül ezt a projektet majd sikerre vinni, mind a ketten dolgozunk ezen. Így van. Köszönjük szépen!